Hát jó estét kívánok, kedves rádiónéző gyerekek! A TGP-ről lesz szó, rettente gyorsan és alaposan. Ne higgyétek el azokat, amiket hazudok, de egyelőre, nekem legalábbis ez jött le, csak a következő középső pilonra lehet felrakni, és a Laser és az AGM, meg a JTM, meg az ezeknek a dezignálására szolgál. Tehát bármi, ami lézerre működik, EF, Maverick, GPU-k, mit tudom én, azokat lehet vele. És akkor startup, és igen, és csak a középsőre jelen pillanatban. Nem tudom, hogy esetleg lehet-e majd a az oldalára, vagy esetleg pillanokra. Azt hiszem, hogy oda nem szoktak. Nem tudom, hogy lehet-e, de azt hiszem, hogy oda nem szoktak. Na, startup, aztán a többit levegőbe. Na, akkor elkrúzolunk itt addig, a pontig, amíg ahhoz, hogy tudjuk működtetni, illetve hogy egyáltalán megjelenjen, mert hogy most éppen nincs itt. Megjelenjen a FLIR felirat, és ki tudjuk választani a TGP-t. Ezt a gombot on-ba kell rakni, és hogyha ez megvan, itt rá tudom nyomni a FLIR-re, ami azt mondja nekünk, hogy hát nem timed out. Nem baj, majd várunk és majd meg lesz. Mindenek mellett még a Laser Ranger-t is, illetve a lézert magát lehet on-ba rakni. A Laser Rangefinder-t egyelőre csak safe-be, majd hogyha be-align-olt ez, illetve lehűtötte magát a TGP, akkor majd lehet a Rangefinder-t is bekapcsolni, be is align-olt, úgyhogy akkor... Nem? Jó. Még egy picit várni kell. Jó, most csalok. Mármint nem teljesen, de... Ugye ott a célpontom, szeretném belőni nagyjából, hogy hol van. Először ugye ki kéne választanom, hogy azt szeretném, tehát most nekem jobb oldalt van, tehát jobbra nyomom a Sensor Selected, és már tudom is mozgatni. Sensor Select megvan, akkor most lassítsuk be egy picit, akkor ugye jobbra-balra előre-hátra gombokkal. Előre-hátra gombokkal tudom irányítgatni. Viszont van egy úgynevezett TDC depresszünk, és van egy FOV gombok. Ezeket respectively a TDC depress és a Radar Filler FOV Select Button nevek alatt találjuk, illetve van egy Radar Elevation Control Up-Down, ez is kell majd. Ezzel fogjuk a zoomot állítani. És látható is, hogy zoomolok föl le. Gyönyörű, vagy előre-hátra, bocsánat. És akkor van az FOV Selection Button, ami ha röviden nyomjuk le, akkor a Narrow és a Wide View között vált. Viszont ha hosszan nyomom, és elengedem, akkor átvált, itt látható, bal alul az OSB1-nél, lehet az egyébként a gombbal is lehet váltani, ha akarjuk, de a CCD és a FLIR view módok között vált, illetve a White 6 és a Black 6 között tudunk váltani az OSB20-tal itt lenne. Na most, ahhoz, hogy én laser guide-t akármit csináljak, két dolog kell. Kell, hogy legyen egy laser kódom, illetve kell, hogy legyen a először is Master Armor-t be kellene kapcsolni, majd el tud rá a módba menni és kiválasztani a Laser Guided bombot. És utána itt van egy ilyen, hogy kód. Ezt megnyomjuk. És kód, és azt mondjuk neki, hogy én a 1688-ast szeretném használni. És már is megjelenik alatta egy Ready felirat. Illetve ugye, ezt ne felejtsük el, hogy mind a kettőnél meg kell csinálni. Tehát ugyanúgy a jobb és bal pillanoknál ugyanúgy mind a kettőnél le kell írni a kódot. Akkor is, hogyha
ugyanazt viszem, akkor is, hogyha bármi van. Meg is jelent a Bombfall line-om, tök jó, de én nem ezt akarom. Megkeresem szépen, az egyetlen problémám, hogy mi nem látszik, hogy az, hogy hol van a HUD-on, nem látom a digibit, de ha elveszteném nagyon az orientációmat, a Cage on Cage button-nal vissza tudom borszájtolni középre a digibit. Éppen egy tornyot keresek. És nem találom. Nincs ott, nem baj. Tökéletesen tudom demonstrálni ezzel is. Vagy bármi mással. Ott az a házikó. Megint egy kis aktív pauz. Mert hogy ugye az előbb beszéltem a TDC Depress-ra, ami jobbra-balra mozgatás tökéletes fölle, előre-hátra zoom megvan, mert mindent tudunk kivéve azt, hogy hogy a fenébe is lakkolunk egy célt. Na most ez, erre jó a TDC Depress gomb, erre ő azt fogja mondani nekünk, hogy hát oda én létrehoztam, látszik is, hogy arrébb mozdult a kis gyémántom, onnan, ahol, ott van a izé, ott van a... Hihi, akkor megkeresem a célpontomat. Jó, tehát most demonstrálom még egyszer, tökéletesen, ugye itt most már megint előre haladtam, ugyanis point track módba raktam, a jobbra kirakott flirre, jobb sensor select switch-et választjuk ki a flirt, és ha még egyszer megnyomom a jobb sensor select switch-et, akkor area track és point track mód között vált le. Tehát itt látszik, most bal oldalt fölül, hogy area track, vagy point track mód. És ugye, hogyha lenyomom a TDC Depress gombot, átugrik oda a kis gyémántom. És hogyha ez megvan, és minden oké, és armoltam a lézert, akkor itt fölül megjelenik, hogy elarm. Ez azt jelenti, hogy tudok vele lőni a lézerrel, tudok irányozni. És akkor annyi dolgom van már csak. Airfuse off, mode auto, instant, és irányba állok, eldobom a bombát, és aztán utána a second stage triggert lenyomva. Ugye attól függően, hogy milyen magasan, milyen gyorsan dobod el, de egy olyan 10-15 másodperccel becsapódás előtt, ugye azt itt írja ki, hogy mennyi idő múlva csapódik be. Most
ugye a release számolja, de ha utána, ha release-áltam, akkor utána majd írni fogja a becsapódási dét. Teljesen normálisan, mintha a CCRP-ban dobnánk, 6 másodperc előtte elkezdem nyomni, és peko, és 24 másodperc múlva csapódik be, és várunk. És 15 másodpercnél lenyomom a laser armot. Illetve bocsánat, még egy valami. Itt be kell nyomni a trig nevezetű kapcsolót, amit hogyha nyomok folyamatosan, akkor kezdi el majd befesteni a célt. És szerintem elbaltáztam és mellé dobtam. Mert aktív pauzoltam. Na mindegy, fordulok egyet és még egyszer rádobom. De igen, ezt majdnem elfelejtettem, a trig nevezetű gombot. Azt meg kell nyomni, különben gunt akar használni, és azt meg nem tudja. Úgyhogy be kell nyomni a triget, és akkor a second stage triggerrel. Azzal. A becsapódás előtt 10-15 másodpercen nyomva tartva folyamatosan azzal irányítjuk a célra a Laser Guided Jedi-t. Vagy BB-52-vel akármit. Bármi, ami lézeres, gyakorlatilag. Latch on még nincs, sajnos, ami ugye azt csinálná, hogy hogy a lézert folyamatosan nyugodt atya anélkül, hogy nekünk a gombokként tartani az ujjunkat. Most jó. Nem volt szép dobás. És teli találat. Az aljára céloztam, de ennyi baj legyen. No. Nagyjából ennyi a lézer. Ugyanígy kell csinálni a... Tehát ugye pont azt mondtam az előbb, ugye bal oldalt van a FLIR, akkor a balra, a szenzorszelek balra, és akkor még egyszer a szenzorszelek balra gombbal lehet az area track és a point track között változhatni, míg hogyha jobb oldalt van, akkor ugye a jobb gomb, jobb sensor select és jobb sensor select még egyszer változgat a point track és area track között. No, nézzünk egy 3-as a Zammo Depot, 4-es a AAA. Nézzünk egy J-den vagy J-szavat. A cage-en cage-el visszahúzom középre, így megint ugyanaz a megint előre néz a TGP. És ugye itt most nekem a... A Storzból ugye ki kell választanom a J-szóvat. Ugyanígy lehet a J-demet is, csak nem J-dem, hanem J-szóv. Target of Opportunity módban rakom, és azt mondom neki, hogy display ugye nincsen, quality time, ezt megvárjuk.
Jó, villog is az én range. Mint az őrült. Kész van az alignment, úgyhogy semmi más dolgunk nincs, mint ráfordulni, megtalálni TGP-vel, és amikor megtaláltuk, egy sima depress gomb után, megnyomása után megvan a cél, és nyomhatjuk is a rakétát. Rakéta, mert nem rakéta. Ez még nem ugyanaz. Aha. Point track megvan. Depress megvolt. In range vagyok. Pick. Vagy pick away. Természetesen nem megyünk túl közel. Már nézi, hogy mi van. Én meg azt mondom, hogy bye-bye. Szerintem itt nem a DGP-vel van a gond, de próbáljuk meg még egyszer. Altitude. Pick away. Ez biztos valami vicc. Semmi baj. Az elmélet jó volt. De én azt mondom, hogy...
pickle. És akkor én meg visszamegyek a hajóra. És jó éjszakát kívánok mindenkinek. Tehát a JDM körülbelül ennyi. Ugyanez a, egyébként a JDM, bocsánat, a JSON körülbelül ennyi. A JDM ugyanez. Nyilván, hogyha az ember kicsit ügyesebben céloz, akkor el is találja. Illetve az elsőben nem tudom, mi történt, az csak úgy eltűnt. De a TGP-ről nagyjából ennyit. Köszönöm, sziasztok!